A hatos mellett a péceli hármas számú választókörzetben is jelentős fejlesztések történtek. Kiemelkedő, hogy több utcát is sikerült vízelvezető árkokkal felújítani, de buszmegálló járdát is építettek. A leszakadt városrészek felzárkóztatásáról szóló pályázaton az új telepre nyertek pénzt, amiből majd 4 új lakást építenek, illetve 5 lakást újítanak fel. De a tervek szerint aszfaltutat és járdát is építenek ebből, illetve a helyi járvonalát is tovább viszik, majd a vízelvezető árkokat építik újjá. Kövári Imre abban is élen jár, hogy az évvégi nagy összejöveteleken ételt oszt, illetve adományoz a rászorulóknak, vagy éppen csak beszélget a péceliekkel. Amit ígértem, úgy érzem, hogy sikerült teljesíteni. Tehát több olyan utcát sikerült vízelvezető árokkal rendbe tenni, felújítani, újraépíteni. Sikerült a Kazinc utcában építetnem egy buszmegállójárdát, ami nagyban elősegíti most a embereknek a buszra le- és felszállását. Az új teleppel kapcsolatban sikerült nyernünk egy VECO pályázatot, ami a leszakadt városrészek felzárkóztatásáról szól. A pályázat folyamán fogunk tudni építeni majd 4 darab önkormányzati lakást, 5 darab önkormányzati lakást fel fogunk tudni majd újítani. Az új telep a 2-es völgyig fog kapni majd egy aszfaltutat, egy járdát, és nagyon harcolok majd azért, hogy amikor ezek a beruházások végre sikerülnek majd a végére érni, akkor a helyi járatot szeretném majd a 2-es völgy végéig kivinni, ami azt jelenti, hogy napjában 2-szer, esetleg 3-szor össze tudja szedni majd az ott élőket, behozza, vissza-vissza a városba. Nagyban elősegíti majd az új telepen élő embereknek a mindennapi életét. Május 1 utcában is sikerült megoldanunk a katasztrofális vízelvezető árkot, bízva abban, hogy az itt élő embereknek hosszú időre megvan oldva a csapadék vízelvezetése. Azt azért tudni kell önről, hogy bármi nagyobb rendezvény van, akkor ön kint van, illetve szokott ételt osztani. Hát ez nem is ételosztás, hanem inkább egy nagy összejövetel. Ez egy nagy beszélgetés. Szeretem az embereket, az én és a családomnak az élete, a lételem, a vendéglátás, a kereskedelem, és ez úgy megtanította azt velem, hogy az emberekért dolgozni jó dolog, szeretem őket, és örömmel boldogan adományozok a lehetőségemhez képest az ember, vagy a rászoruló, vagy éppen csak beszélgetni vágyó embereknek.